Szép estét kívánok, köszönöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem egy legenda, aki ráadásul a barátom, Idestova, több mint 4 évtizede, és erre meg kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon büszke vagyok. Németh János. Szervusz. Szervusz, jó estét kívánok. Anikám, elválaszthatatlan a piros-kék színtől a te szíved. Viszont mikor erről beszélgetünk, a videótonról, a futballról először is, akkor induljunk el Lovasberénytől, hiszen Lovasberény az egy csodafalu, még nekem is. Hát még annak, aki ott nőtt fel, ott lett belőle edző, és ott indult el egy olyan úton, ami gyönyörűséges lett így a pályafutásod vége felé, mert még nagyon messze a vége. Kezdjük igen, talán a lovasberényi pillanatokkal és a futballal. 1945. januárjában születtem, mikor a világháborúnak vége felé jártunk már, és mint szokták mondani a nagy klasszikusok, nagyon szégyenlegek korom volt, ugye nem volt semmi faluba, se otthon, sehol, és csak a játék a réten, erdőbe, meg a futballpályán, ami a születésem helyétől elég messze volt, a falu másik végén volt, de szerencse volt, mert odáig is fociztunk, ez egész kiskoromtól kezdve mindennapos események voltak. Rátérve a labdarúgásra, csodálatos felnőtt csapat és utánpótláskorú játékosok voltak a korosztályomnál, még idősebbek is. Tehát óriási rangot jelentett abban a faluban az, hogy valaki futballista. Az egy nagyszerű közösség volt mindig is. Erre majd rátérünk, igen, de még egy legendáról beszéljünk, az a legendás történet, hogy jött az új református lelkész Lovasberénybe. És igen, találkozott a kicsi Németh Janikával. Az 1953-ban, tehát 52-ben kezdtem az általános iskolát, és a 53-ban új lelkipásztor jött a faluba, református vagyok, és de megjegyzem a katolikus templomba, és jártam ugyanúgy reggelenként, mintha, tehát útbe esett mind a kettő, még harangozni is harangoztam mind a két helyen, ez bent volt a napi elfoglaltságban. Tehát akkor ugyebár nem kell mondani a labdarúgást ismerőknek, hogy a 50-es években, 52-54-ben ugye magyar aranycsapat, ahogy hívjuk, nevezzük, érte aranykorát, és aki fiú volt, és látott már valami gömbölyded alakot labdához hasonló műszert, mindenki futballista akart lenni, és rám került a sor, amikor megkérdezte a pap, hogy és te öcsikem is szeretnél lenni, és mondtam neki, hogy Puskás öcsi, de ha nem, akkor sportminiszter. Tehát kimondottan a labdarúgással szerettem volna foglalkozni, a sportminiszter mit jelentett, halvány fogalma nem volt, csak gondoltam, hogy nagyon nagy lehet, mert a öcsi bácsi neve mellett nagyot lehet csak mondani. És akkor már ez olyan szállóigébe ment át a faluba mindenhol, mert ugye annak adott hangot még a pap is. Aztán futballista lettél, méghozzá egy jó közepes, ahogy te mondod. Viszont azt igen, tudni kell, hogy Lovasberény akkoriban azon csapatok közé tartozott, aztán később az edzőséged alatt is, akik kiemelkedtek a megyei első osztályból. Márpedig az rang volt. Ha most megnézzük a megyei igen, első osztályt és az akkorit, akkor én állítom, hogy erősebb megyei első osztály volt, és például ugye elég sokáig húztad a pályafutásodat, de edzőként igen, például dobogón voltatok a megyei első osztályban, és igen, remek korosztályt neveltél ki. Igen, tehát a felnőtt csapatnak játszottam is a 33, 34, 35-ös születésűek között, mert akkor bekerültem a csapatba, és középfelfélt játszottam egész kiskolomtól kezdve, azt a posztot szerettem nagyon. Az volt a lényeg, hogy a edzőségem, mikor a labdarúgást még műveltem, de játszottam magamat, ugye, mert azért azt senki nem tudja megállni, hogy ne futballozzon, és ez még 30 éves korom előtti időszakról beszélünk. Játszottam is, és felnőtt csapatunk is a dobogó közelben volt mindig. Az ifi csapatunk meg bajnokságot nyert. Az a 57-es, 58-as korosztály az ifibe, az egy kiváló képessége, labdogókból tevődött labdogók alkották. Tehát úgy emlékszem rá, hogy a 140 és 150 gól között lőttek egy bajnokságban. A megyei bajnokságban azért az nagyon jelentős dolog volt. Abból azért lettek
Tehát nem NB1-es szintű futballisták, de megyében igen híres futballisták voltak. Igen, ha csak akik... visszaemlékszem, hiszen azért ilyen emlékeim vannak már bőségesen, hogy például Rót Feri remek helyt állt az NB2-es Mávelőrében is, illetve hát a Magyar Józsival, én pedig én magam is játszottam a Szondiban, ugye katona csapatként az NB3-as szinten, és remek futballista volt. Igen, nagyon aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy már is ott vagy a MÁV előrében. Tehát ez nyilván egy nagy lépcső. Mi vitt a MÁV-hoz? Hiszen azt tudjuk, hogy a Videoton kis testvére volt, és ez egyfajta lépcsőfok volt edzői pályafutásodban? Nem gondoltam volna, hogy a Videotonnál kötök ki, és ugye majd később kitérünk rá, de hát a MÁV előre úgy jött be az életembe, hogy ott dolgoztam, és a Lukács Laciék, Téber Laciék, akkor még ott játszottak, Pál Feri, Ribbe, Pál Bátor, a régi klasszikus nagy csapat, és közöttük nőttem föl, és akkor, amikor a MB2 érmezőnyébe tartozott már a MÁV előre, akkor mondta a Dévényi Tibi, megboldogult elnök úr, hogy hát jó lenne, ha erőket gyűjtenénk össze, és akkor névet van, hogy te is nem lovas bezénybe szaggatnád a Istvánkot, hanem itt egy magasabb, komolyabb helyen. És nagyon nehéz volt megválni lovasvezény edzőségemtől, de utánam lett egy nagyon jó kezekbe került a Bozi Lajos barátom, aki akkor csapatkapitány volt az edzőség, és ő tudta azt folytatni, amit én elkezdtem. Továbbiakban sikeresek voltak, de a MÁV előrébe akkor a utánpótlással foglalkoztam Nagy Laci bácsival együtt, és hamarosan úgy hozta a sors, hogy serdülőket. Tehát egész utánpótlás irányítása lett a feladatom. Nagyon nagy örömmel csináltam és lelkesedéssel. Ugye nőtlen voltam, mélyen nappal ott voltam, tehát meg tudtam oldani a feladatot. Nagyon-nagyon sok időbe telett volna azt egy más típusú embernek. Ez egy komoly, nagyon komoly tanuló év volt, hiszen az emberek ma már nem emlékeznek ilyesmire, egy darab salakos pálya volt a füves mögött, igen, és azt pedig minden csapat használta. Igen. Ott nívós, színvonalas edzést vezényelni, hogy a tehetség kibontakozhassék, az bizony embert próbáló feladat volt. Jó tanuló pénz volt ez a későbbiekhez? Nagyon-nagyon jó tanuló pénz volt. Most is gyakran emlegetem azt az időszakot mai utánpótláskorú futballistáknak, meg a felnőttebbeknek is, mert nagyon sokszor azt mondtam, hogy majd megbecsülnék jobban a mai helyzetet, ha lennének két hétig mondjuk a MÁV előre játékosai. Amikor a MÁV előre NB1-es lett, csak azt az időszakot mondanám, hogy a mostaniak egy hetet töltenének olyan körülmények között, nagyon-nagyon meg tudnák becsülni a mostanit. Úgyhogy az a nagyon ember próbál egy feladat volt beosztani, ugye meg kellett szervezni, mikor az NB2-t megnyertük, az NB1-es bajnokságban 4 serdülő kötelező volt indítani, serdülő 1-2-3-4-et. Csiszár Guszti bácsi, Videoton nagy nevű utánpótlás vezetője, küldött nekem mindig 10-20 kisfiút, aki náluk úgymond nem felelt meg, mert nagyon-nagyon sok jelentkező volt akkor, tájban még nem kellett toborozni, akkor még mindenki futballista akart lenni, az én még akkor magyar futball szárnyalat, és nagyon nagy dolog volt, ha valaki NB1-es futballista volt, vagy NB-s futballista volt, és nagy nehezen meg tudtam alkotni bajnokság kezdésére, hogy legyen 4 serdülő és 2 ifi csapatunk, amelyikben volt már belőzés futballistákban, megszerveztük a edzőket, és nagyon szépen folyt a munka. Ha csak visszagondolunk arra, hogy milyen edzői generáció nőtt fel akkoriban, akiket méltatlanul keveset említjük ma már, hiszen ott volt sajnos Jung Józsi. Ugye Suru bácsiról beszéltünk, igen, már az öreg Suru sincs köztünk, de ott volt Jung Józsi, aki aztán barátod lett hosszú-hosszú ideig. Jaksi, aki ugye most már csak úgy ismerjük, hogy a Orbán Viktor nevelőedzője, aki pedig a nevelőedzője szerintem te voltál. Közbevetőleg egy kicsit beszéljünk róla, hiszen a Viktor ugye 1962-es, igen, Teleki Blanka gimnáziumban járt, és ő is azok közé tartozott, akik, ha úgy tetszik, kényszerűségből kerültek a MÁV-ba inkább, hiszen a Videoton akkori bajnok ifi csapatában nem nagyon került be. Csak annyi megjegyzést teszek, hogy 63-as. Vagy 63-as, igen. 63-as, nehogy valaki megszólja, hogy nem tudjuk pontosan. Igen, az már akkor az ifi volt.
akkor az már ifi volt, és akkor már Nagy Laci bácsi ugye Szent Mihály mellett feljegyző volt, és akkor már teljes hatáskörre kellett működtetnem a utánpótlást, és nagyon jó edzőgarnitúra volt. Azt a 62-es, 63-as korosztályt vettem át a Pemmel Gyuritól, és ővelük a országos bajnokság harmadik helyezéséig tudtunk elmenni. Ez egy csoda eredmény volt Kékfehérbe. Csoda eredmény volt Kékfehérbe, és abban a csapatban volt a Orbán Viktor, mai miniszterelnök úr, csatárként. Nagyon-nagyon jó közösség volt az a 62-es, 63-as korosztály, tehát nagyon, hát nincs olyan hét szinte, hogy nem beszélnénk róla, mert a mostani kollégáink között is vannak majdnem kolombelek, Halatyány Gabi és társai, akik visszaemlékeznek arra az időszakra. Csodálatos időszak volt, és amit korábban kérdeztél, hogy akkor is a beosztani pályán, hogy kinek, mikor, hol a helye, voltak ilyen szobanagyságú területek kijelölve, ahol edzettünk. Kisjátékok gyakorlását manapság kötelezővé teszi a legmagasabb szintű hozzáértő edzőbizottság, hogy az a fejlődés titka, akkor kötelező volt az, hogy játszani nem volt nagyobb. Tehát eleve a párharcok, a ütközősek és a labdabiztonság abban az időszakban feltétlenül kötelező volt mindenkinek tudni, mert aki nem tudta, akkor azon a kisjátékon nem tudott játszani. Úgyhogy csodálatos időszak volt, és az a korosztály a Mávarőde történetében is, Vidolton történetében is három korosztály emlékszem nagyon-nagyon nagy szeretettel. Nem minden évjárat egyforma képességű játékosokat hoz a felszínre. Lehet, hogy más kis sportágban is tudnák ezt igazolni edző kollégáim, de a labdarúgásban biztos, hogy nem minden korosztály egyforma tehetségeket hordoz, de ez a 62-es, 63-as korosztály rendkívül sok videótomban is teljeséges labdarúgót került felszínre. Hát abban olyan volt, tehát a közösség azért az nem most volt már, idő volt arra is, hogy a érettségi előtt, edzés előtt 20 percet, 25 percet foglalkoztott mindenki érettségi előtt az érettségi tantárgyakkal, ki milyen képessége volt, és kijelölés nélkül játékosok mondták, hogy én adom elő a magyarat, a történelmet, a matematikát, a Viktor adta körülbelül, ő sem volt matekból jó, de senki sem vállalta el. Tehát abban is előjárt és legfeljebb produkálta magát, de egy a lényeg, hogy nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza a korosztályra, mert nagyon nagy sikereket értünk el. Pályafutásom első olyan sikere volt, ami azért már jelentős volt országos szinten. Igen, a Vidiben a Diszlaciék, Wittmann Gézáék, Varga volt a 62-es korosztály. Igen. Itt azért közbevetőleg megjegyezném, ugye ma azt mondják, hogy akkor még kockás volt a labda, én azért nagyon is jól tudom, hogy a Videótonban és a Mávelőrében is, a picike öltözőben, ahol a 10 ember helyett 20-an öltöztek, azért voltak ülvedekázós versenyek, és 100 alatt nem lehetett nyerni. Tehát igen. A kockás labdával. No, jól aztán jött ezzel. 35 esztendeje a születésnapodon egy váltás. Azt hiszem, hogy akkor értél már meg arra, hogy magasabb szintre lépj abban az értelemben, ahogy egy futballedzőt minősít a világ a Videótonhoz. Hát, akkor ismét megemlítem a Nagy Laci bácsit, őtől kérdeztem meg, még Bencsék Pista bácsi, akkori klasszikus elnökünk még mindig él, egy Videóton mérkőzés után, hogy van-e olyan edződ, akit tudná ajánlani a Videótonba, mert ugye ott is több csapat lett, nagyobb létszám lett, és Laci bácsi, Szalmási Tamástól tudom később, akkor már ő ügyvezető elnök volt, hogy azt nevemet mondta, hogy biztos, hogy nem fogtok benne csalódni. Hát, aztán még se edző lettél, hanem először módszertani előadó, akkor még volt ilyen és sok-sok szakosztálya a Vidinek. Igen, rendkívül izgalmas feladat volt. Hát 6 szakosztálya volt, NB1-es, a Videótonnak nagy egyesület volt, és kellett az ország minden szintjén képviselni. Hangsúlyozom ismét, hogy ráértem, mentem, mert így mondjam, hogy mikor nősültem, 40 éves voltam, tehát ez 36-37. esztendő volt, amikor oda kerültem, éjjel-nappal, tehát ezzel foglalkoztam. Elképzelhetetlen dolog volt egy falusi vagy a lovasbedény ember, a gyermek számára az, hogy Videótonnak legyen sportvetője. Tehát azok
olyan szinten, olyan helyen nevelkedtek és gyár megbízásából dolgoztak, hogy az nem lehetett utánozni, és úgy hozta a sors a élet, hogy oda kerültem, és tudtam segíteni, ahova az élet akkor sodolt, ami egy imádott tevékenység volt, hogy a labdarúgásban dolgozhatok. A módszert volt a módszertelen főadódó státusz, ami akkor még meg volt szervezve országos szinten OTS-nál, és ott is havonként kellett mindig tanácskozni. Szóli olimpiára való felkészülés egy óriási élmény volt. Akkor már technika vezető voltam, 87-től, de miután én kezdtem az OTS felé ezt a folyamatot, akkor el kellett mennem a Komárom megyei Búbánat völgyében volt egy olimpiára való felkészülés a sportvetőknek. Ha nem lettem volna technikai vetőt, talán ki is tudtam volna, már nem a videóton, kevesen voltak az olimpián, de voltak jelölve, olimpikon jelöltek voltak, és az óriási élmény volt, hogy nem csak labdarúgó szakemberek, hanem más sportág beliek között is lehetett sok mindent tanulni. És közben viszont edzősködtél értelemszerűen a technikai vezetőnek, akkoriban még emlékszem én is, hogy azért egy-egy csapat jutott. És igen, neked jó csapataid voltak, tehát ha most azokat a neveket felsoroljuk néhányat, tehát a Dvéri Zsolték korosztályára gondolok, akkor igen, egészen nagy élmény így visszatekinteni erre. Hát az meg a 76-os, 77-es korosztály volt. Hát ha most elmondom a hozzáértőknek, hogy Nagy Lajos, Dvéri Zsolt, akit igazoltunk Szombathelyről, a Nordbit, a Tóth Nordbit, Zolt Fetike, hát ilyen középpályásról a Valga Pista jelő, ezek az MP1-es futballisták lettek később, hát olyan középpályásról, Tóldi Gabit akartam mondani bele, hogy a középpályán voltak, Domján Attila, én most egy olyan még játszott, ez olyan középpályásról volt, hogy például a Dózsát Budapesten, Várhidi Peti volt a edző, hát újságcikken van róla, győztünk 6-2-re Pesten az akkori Dózsa ifi ellen, ahol szintén később nagy nevű futballisták lettek, de rengeteg nagyon jó futballista volt, és őket azért öröm volt edzeni, tehát nem lehetett készülni, kellett mindig jobban, mint most, mert ezek az emberek kívánták a fejlődés lehetőségét, és felkészülten edzőt nem igen tudták fogadni. Most ebben a csoportban a Jung Józsi barátom is részt vett, mert a 80-as korosztályos meg Petékkel meg ő bajnokságot nyert. Én csak második helyen végeztem ezzel a korosztállyal, csak jó lenne, ha most is úgy lenne, de ő meg bajnokságot nyert azzal a korosztállyal. Így születnek a legendák egyébként. Igen. Számtalan lehetőséged volt arra, hogy kiteljesítsd magad. Melyek voltak azok az időszakok, hiszen technikai vezető voltál az első csapat mellett, utánpótlás edző voltál a legmagasabb szinten. Melyik volt, ami igazán hozzád illett akkor még? Itt a rendszerváltás környékéről beszélek, illetve az azt követő évekről. Még teszem hozzá, pontosan kedvéért, hogy voltam edzője a tartói csapatnak 2 alkalommal. 2010-ben voltam 2 esztendőt. Az is nagyon nagy rangot jelentett a edzők társadalmába, pláne akkor tájba. A legnagyobb feladatom és hozzáértésem a szervezés volt, a technikai vezető feladat volt, mert ugye volt mellette kis csapatom, nagy csapatom, és mindig ez napi 16-18 órát vett igénybe, hogy ember el tudja látni a vele járó elfoglaltságot. Egy volt a lényeg, hogy az a kapcsolattartás a ország, tehát a főhatósággal, a megyei szövetséggel, az MLS-szel, és akkor az ország NB1-es klubjaival. Csodálatos intézmény volt akkor a MLS-ben, hogy havonként, hétfőként találkoztak a technikai vezetők MLS székházába is, megbeszéltük a hogyan továbbat. Akkor még a futballedzők is szoktak találkozni elég gyakran. Hétfőként a Rosmarin Presszó volt a elolvadó terem, az MLS-szel szemben András ült 47-ben, ahol ugye csodák és óriási élmények születtek, történtek.
A technikai vezetőség volt, arra hajlottam jobban már 50-es, tehát rendszerváltozásról beszélni a 90-es évek elejétől, mert akkor 92-ig az voltam, akkor utána ismét edző lettem, és a 96-97-ben, miután a Brávász Otto elnök úrnak menni kellett, jött a Bécses Laci időszaka, akkor ismét technikai vezetőnek kellett lennem, és azt ismét nagyon nagy lelkesedéssel. És ez így ment folyamatosan. Elképesztő mennyiségű elnök volt. Ugye Brávász Ottót említetted, aztán volt egy kicsit a Vinicai Tibi párban természetesen, aztán jött Bérces, aki Bérces Laci, az ügyvéd, aki a klub jogásza volt, de aztán elnökké avanzsált, és így tovább Szalmási Tomi ügyvezető elnökként. Szóval nagyon-nagyon sokat. Viszont beszéljünk az edzőkről. Azt hiszem, hogy olyan névsort, amelyet te fel tudsz sorolni, 8 egykori szövetségi kapitányról beszélek, mindjárt felsoroljuk őket, mert hogy külön-külön milyen gondolatod van róluk, de először beszéljünk Kaszás Gáborról. Ugye a Kaszás Gábor emlékfilmet nemrégiben mi is levetítettük évforduló lévén, és ott azt mondtad, hogy Kaszás Gáborban azt szeretted, hogy ő volt az, aki minden nap le akarta hozni a világot, a napot az égről. Igen. Rendkívül energiák szabadultak fel benne, az energikus ember volt, tehát tevékenységével állandóan minden áldott nap mindig a győzelem, a jobb iránti vágy a csapatával, tehát a csapatunkban akkor azért voltak néhányan, Horváth Gabi, Emmel Laci, Novak Gyuri, Vég Tibi, Csonka Gyulát igazoltuk következő esztendőbe, korosabb játékosok, tehát 30-hoz közel vagy 30 fölöttiek, de mindegyikkel olyan szellemiséget és olyan hozzáállást kért és szívesen csinálták. Ez volt ugye a Nero Kupa győzelem is, ha még nem beszéltünk róla. Ezeknek a játékosoknak a jó voltából még az is bekerült a gyűjteményünkbe. Tehát a Gabi, kár, hogy 47-es születési volt, kár, hogy ilyen korán el kellett neki menni, a élők sorából tudnélik, rendkívül sokra vitte volna. Tehát olyan személyiség volt, aki olyan dinamikus, energikus és motivált személyiség volt, főleg ebbe az irányba a tevékenységét, hogy mint futballedző, hogy pályára titkította, és nyilván, hogy a későbbiek folyamán nagyon-nagyon jó és nagy edző lett volna belőle is, de hát sajnos így hozta a sors, hogy neki be kellett fejezni, de nagyon szép időszak volt. 3-4 mérkőzésre mindig 4-5 gólt rúgtunk az ellenfeleknek, csodálatos időszak volt. Az akkor kezdtem a technikai vezetőséget, végül is az ő időszakában lett be a Brávász Ottó. Tehát ha szoktam beszélni, neked is mondtam biztos már többször, hogy a 3 B betűs elnök, a Bencsik, Brávász, Béces volt a változások kora. A Bencsik Pista bácsi volt a nagyon nagy klasszikus régi edző, régi elnök, aki országhíres, világhíres klubvezető volt, mint régi nagyok. Az óriási dolog volt valakinek lenni egy ilyen nagy egyesületnél elnöknek. A Brávász Ottó a rendszerváltozás előtti időszakban jött, amikor a Waldham ugye beszállt a futball támogatásába videótól mellett, és akkor igazgatója a Kázsmér, kinevezte, Videóton Gyár igazgató, kinevezte őt Svoltka elnöknek és igazgató helyettesnek is. Föllendüléses időszak volt, miután a Waldham óriási gazdag cég beszállt a futballba, és jelentős összeggel támogatta a klubunkat. Ferencváros költségvetése mindenkinek kevesebb volt, fradisták szerint. Nekem többször mondta, akkori nagyon kedves kollégám, Albert Florian, akit a világon mindenki ismer, kiszámolta, azt mondta, hogy Janikám 20 000 forinttal több van nektek a költségvetésben, kimutatva az MLS-ben, mint nekünk. Hát mondtam, az nem nagyon nagy dolog, de azt mondta, hogy nagyon nagy dolog. Tehát mindegy, nagyon jól látunk anyagiakban, csak a csapat szárnyalt is. Igen, hiszen az imént említetted Indiát, a Nero Kupát, 1989, nem a rendszerváltás hajnala volt Székesfehérváron, hanem egy csodálatos menetelés kezdete, igen, illetve a kellős közepe, hiszen ez a Nero Kupa csoda. Beszéljünk egy kicsit Indiáról.
Hát néhány mondatot lehet. Mert hogy ez napestig tartana, hiszen igen, az egy csoda pillanat volt. Csoda pillanat volt. Úgy mentén ki, mint magyar olimpiai válogatott. Aztán miután mindenki videóton labdadugója volt, annyi dörzsösségem volt, hogy beírtam, hogy melyik játékos honnét igazolt hozzánk. Tehát Ember Laci Tatabánya, Perci Zsolt, MTK, Jovázóbi MTK, és így tovább. Leírtam, és MLSB-ben nem csináltak nagy ügyet, meg kintiek se, hát magyar válogatott mezbe játszottunk, csak edzeni ezértünk a videóton mezbe. És akkor azért az a sok-sok szurkoló, pláne az első mérkőzésen már győztünk, nézte, hogy videóton mi az, aztán mondtuk, hogy az a klubcsapat, mert hát ez a klubcsapat, de aztán elment a hírünk, gyorsan kinyomozták, akár már vagy az ember a világban, azért kinyomozzák azonnal, hogy ki honnét jött meg, milyen célból van itt, úgyhogy nagyon nagy dolog volt videótonnal ezt a csodát megcsinálni, és ott olyan fogalmat tettem, hogy ha minden győztes meccs után belevágom magamat, belevetődök a szálloda óriási nagy uszodájába, és azt meg kellett tennem minden alkalommal, mert minden meccset megnyertünk. Úgyhogy csodálatos szép események voltak. No, akkor beszéljünk a legendákról. 8 szövetségi kapitány, aki akkor nem volt szövetségi kapitány. Kezdjük a legendák legendájával. Én azt gondolom, hogy Kovács Feri bácsit Isten éltesse, soha nem fogjuk elfelejteni. Feri bácsival nagyon sok időt töltöttem együtt, amikor még a MÁV-nál voltam, akkor is már ismertem őt. Egy a lényegben, hogy most, tehát 2017 karácsonyán is együtt voltunk vele egy fél napot, úgyhogy csodálatosan kedveltük egymást, bízom benne, hogy most is. Ő is szövetségkapitány volt, most utána jött a Mezei Gyuri, aztán a Jenei, no, a Csank Gyuri Jani. Gyuri bácsi, majd felsoroljuk egy gondolat. Gyuri bácsi, Gyuri bácsi a világ legnagyobb egyetemi tanára a futballba, egész magyar edzői kart, az ő korosztályától kezdve még följebb is, ő tanította, oktatta a mai időben, hogy hitessé vált licenc tanfolyamokon, és a Gyuri azért szakmailag, elméletileg olyan szinten volt, és olyan előadó volt, aki tehát pályát titkítja, ezt tudomásul kell venni. Csak egy mondatba térek ki, a Felsőoktatási Akadémiának az összes pályáját ő tervezte, benne lévő technikai eszközökkel együtt, amiket maga talált ki, tehát rugófa, rugópadánk, a különféle allagzatát, azt ő találtak, és az egy rendkívüli esemény volt. Jenei Imre, aki a Steaua Bukaresttel bekket nyert, a mai Bajnokok Ligáját, egy erdélyi magyar ember, aki itt nem volt tulajdonképpen nagyon sikeres. Milyen edző volt ő? Jenei Imre sajnos kevés ideig volt itt, csodálatos felkészültséggel, rendelkezett ugye az a nagyon nagy Kovács Pista bácsi, aki Ajaxban volt magyar emberként edző, annak volt a tanítványa, mellette nőtte ki magát, és tehát ő a román válogatottból kiindulva rendelkezett olyan erényekkel és olyan tapasztalattal, amit az ember örült, hogy hát tudta tőle venni. Sajnos kevés ideig volt itt edző, nagyon-nagyon felnéztünk rá mindannyian, mert nagyon-nagyon sikeres edző volt, de nem volt megelégedve akkori magyar viszonyokkal, és nem volt túl sikeres se nálunk, se a magyar válogatottnál. Verebes József, a mágus. Nagyon szerettük. Mágus az a mágus. Ő egy csodatünemény, ez a második alkalomja volt, mikor visszajött 1999-ben. Az első itt létékor kerültem ide, akkor én pontosan ő ment Győrbe. Egy csoda ember volt, őtől le személyiséget lehetett örökölni, illetve átvenni, utánozni, mert ő olyan meggyőzően mondott a játékosoknak minden szakmai vonatkozásban elfogadható dolgokat, hogy a
felnőtt futballisták, akik hallották, öltözőben beszélt, mi a vezetők voltunk, kint lázba jöttünk, hogy a Józsi mit mond és hogyan mondja. Tehát, amit szoktak manapság emlegetni, az, hogy a motivációs bázis motiválni hogyan tud. Hát ő tudott motiválni. Ebből lét. Csank. Jancsi barátom volt a bajuszos durva mester, aki a munka. Ott nem volt néptánc, ott nem volt színezés, ott nem volt mosoly, ott futni kellett, passzolni, gurzulni és futni. Ott nem volt más. Így is történt, igaz, hogy a másodosztályban, de hát ez borítsa fátyol, Bicskei igen. Bertalan. Veszi is egy rendkívül, tehát ő volt a Gyuri után az előadó, aki előadó szinten tudta a magyar futballt előadni, mert ő is tanított egyetemen, és a Veszi egy nagyon-nagyon képzett ember volt, ő nyugodt, tehát Németországba járt a főiskolát egyetemre, ott végezte el a magasra színszerző iskolát, tehát azért nagyon jó környezetbe jött, kapusként rendkívül hozzáértő ember volt, és a Csankjanőhöz hasonlóan emlékszem, hogy egyszer azt nyilatkozta a felesége, és ugye, aki minden mérkőzésen ott volt, hogy munkamániás, ez a fogalom teljesen ráillett, mert most is meséltünk róla, hogy emlékeztünk róla, hogy milyen hideg idők voltak az elmúlt napokban. Volt, mikor olyan idő volt, hogy mi edzők nem mertünk kimenni, vezetők nem mertünk kimenni, mert borzalmas idő volt, és akkor mondta, hogy edzés van, és ő 2 óra alatt, tehát ő egyetlen percet nem volt előbb vége 2 órán az edzés. 2:30 szokott tartani, mert azt mondta, hogy kifelé-befelé menet, meg a hozzáállás az nem munka. Konkrét 2 óra. Hát olyan időjárás azon a salakpályán, olyan viszonyok voltak, hogy tehát nem lehet szinte kibízni, de ő megcsinálta és elég sikeres munkát végzett. Várédi Peti. Ez sem volt egy túlságosan sikeres időszak. Nem volt túlságosan sikeres időszak, mert a javaslatára igazoltunk Budapestről, a Dózsából főleg több játékost. Peti tödekvő fiatal ember volt, Dózsán előtte bajnokságot nyert, és azért nem volt rossz híre, de őnek ez egy nagyon szép tanuló időszak volt, mert azért Fehérváron, hogy beszélünk itt a nevekről, azért az ország, nem mondom, hogy a legjobb edzői csak, máshol is voltak jó edzők, de akikről beszélünk, nem véletlen voltak szövetségkapitányok is, ő se véletlenül lett szövetségkapitány, de ő már egy másik generáció volt, akiről már az előzőekről elmondott véleményet kevésbé tudnám alátámasztani munkásságát, de nagyon jobban voltam vele, mert ő kért föl akkor, hogy edzem a Tatrai csapatot. És nagy lelkesedéssel csináltam, mert a Hedéri Attilával, mint fiatal emberek, nagyon szerettem őket, még játékoskodókban is, pláne a Hedérit. Jó viszonyom volt vele régóta. Egy a lényeg, hogy nagyon jó időszak volt, mert akkor volt még ráadásul a pálya építése is, és akkor laktunk ilyen barakokba. Nagyon szép időszak volt. Nem volt túl sikeres időszak, de azért ott is voltak eredmények. És Gelle Imre zárja a sort, aki igen. Szintén a tudós edzők közül való. Igen. Gelle Imrével, hála Isten, az utánpótlás területén, mert elmúlt nevezett urakkal a felnőtt csapat területén dolgoztunk együtt. Az Imrével az utánpótlásba, miután a Felcsúti Akadémiára került, de akkor az Videóton Akadémia volt végül is, mert a kisgyerekek voltak csak Felcsútiak, többé, mint Videótonos futballista volt, Videóton edzőkkel az élen. És Mezei Gyuri után jött ő, és az Imre egy rendkívül korrekt, felkészült, tapasztalt ember volt, és miután akkori véleményem szerint is, mert a véleményem szerint tudom, hogy nem dolgozott utánpótlásban, csak egész fiatalként, mikor még tanár volt a Füszfői futballcsapatnál, rendkívüli lekesedéssel és hozzáértéssel csinálta az utánpótlást. Nagyon szép 2,5 esztendőt töltöttünk együtt, akármikor találkozunk, mindig azt említi meg, hogy talán a pályafutásának legszebb évét töltötte az, hogy a Felcsúti Akadémiás Videóton. No, beszéljünk még 2 legről. Nagyon kíváncsi vagyok, hiszen 30, több mint egy emberöltönyi távolság választ el. Minden csapatot ismertél, minden csapat szeretnivaló volt valamilyen szinten és módon. Melyik a te csapatod? Nem az összeállítást kell, melyik volt az a csapat,
ami azt mondott, hogy igen, ma is, 2018-ban? Hát ez most független az eredménytől. Tegnapi napon voltunk Szegény Mályer Lajos barátunknak a halálának 20 éves évfordulóján. Azért a UEFA döntőbe játszó csapatunk azt a sorozatot, azért az mindent, az mindent visz. Most abban, és azért több játékosnak voltam edzője, vezetője, tehát mindegyikhöz nagyon nagy szeretettel tartozom, és úgy tudom, hogy ők is. Következő időszak volt a Nélkupen lévő csapat, mert azokban ezt a csapatot, így mondjam, a csodádékat, azt azért a klasszikusok szedték össze, így mondjam, edzették, meg ők azért koromban 10 évet fiatalabbak, mint én, tehát közel voltak hozzám, de a Nélkupát játszó csapat, a Csucsánszki, Sallói, Pisti, Jónyás Gyula, a Perces Tamás és társai, akik ezt akkor voltak játékosok, a második szinten, nem mondom, hogy volt versenyben, de azért ők a másodikak, de azokkal már felnőtt ember és edzői viszonyom volt, nagyon szerettem őket még most is. Érdekes, mert az 1976-os, azt a legendás Kovács Laci, Nagyhárom, Kovács Józsi, Fejesvég, Karsai, Burcsa, Csongrádi, Nagykettő, Mayer, Oleg, Tíber, Szalmási, Baranyi Sanyi, őket kevesen említik. Most, miután figyelmeztette és elmondtad, de az még nem a te időszakod volt. Nem az én időszakom volt, csak én majdnem minden meccseket láttam, tudnélik akkor a MÁV-tól a igazgatónak a személykocsi a rendelkezésünkre állt hármunknak, és minden videótól meccset megnéztünk, mert az ő sofőrje videótól szurkoló volt, és minden idegenbeli mérkőzésre elmentünk szinte az összes városba. Na most én gyakran hivatkoztam olyan az, hogy például Szombathelyen, mikor meglátták, hogy fehérváriak vagyunk, nekünk nagyobb becsbe tartottak bennünket, mi Fehérváron, hogy ennek a csapatnak a szurkolóit is megtapsolták. Az a csapat olyan futballt játszott, ugye mindenki ott ismeretes, hogy második helyen végeztünk az első helyet, az bizonyos Fradi meccs kapcsán, de ha az országban valaki tudott futballozni, a csapat tudott. A csapat az egész ország összes futballistáján, futballista felőtt magasan volt, mert amit elsorolta a csapatot, az tehát volt olyan esztendő, az volt a fotóm, hogy egy évben volt 10 válogatott a videótomból. Van róla egy nagyon szép fotóm, talán nekem van még magamnak, mert azt valakitől örököltem. 10 válogatott volt, nem véletlen, úgyhogy a korosztály, az a csapat, az Magyarország legjobb csapata volt abban a két esztendőben. No. Kint voltam velük Törökországban, Fenerbahçével, amit a bajnokságot megnyerték, tehát tudom, úgyhogy nagyon szívemhez nőttek ők, tehát ővelük ilyen felnőtt ember is kapcsolatom van, mert a Karsainak ugye most tartottuk a 70. születésnapját november 25-én, az kettőnek, Hartyányinak, és mindegyikbe megszerveztem. Itt vannak köztünk. Mindegyiknek videótól ezt csináltottam a saját kérdésükre, milyen, tehát tudta mindenki, hogy ki milyen számba játszik. Úgyhogy, hát őket talán azért nem azzal kezdtem, mert az volt a szint a világon. Annál följebb nincs. Köszönöm szépen. Milyen terveid vannak? Előtted még a világ, Janikám. Hát előttem a világ, 73 voltam. Január 20-án. 20-án. Hát úgy érzem, hogy a munkámat el tudom végezni, és mostani Kovázulém is sportigazgató, ahányszor találkozok vele, mindig csak azt mondja, hogy Janibár, ha lehet, azért vigyázz a szemed itt legyen, és csináld a munkád, mert azt tud, hogy mit kell és hogyan. Janikám, ehhez kívánok én jó egészséget. Istenkedem. Hogy továbbra is dobogjon a te piros-kék szíved, mert hogy nincs kétségem felőle, igen, most már piros-kék. Jó egészséget hozzá. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy velünk vagy, köszönöm, hogy vagy nekünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem egy legenda, Németh János volt, akinek, ahogy hallották is, még mindig piros-kék a szíve. Viszontlátásra.